Kóstolás után már készült is tovább az az étel, amelyet a gasztrosuli soron következő programján készítettek a gyerekek a szüleikkel. Idén ez már a második ilyen alkalom. Először pizzát készítettek, most viszont kétféle hamburgert, tepsiben sült burgonyával, korszló salátával és hagymalekvárral. A tanfolyam célja, hogy a családok minőségi időt töltsenek el egymással. Angyal Viktória Eszter, a Pandia Szabadidő és Sportegyesület elnöke elmondta, hogy több szempontot vesznek figyelembe az ételek kiválasztásánál. Próbálunk olyan ételeket választani, ami a gyerekekhez közel áll. Most nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy kicsit ilyen interaktív legyen így az oktatás része, az egészségnevelésnek a része, mert úgy látjuk, hogy így sokkal hatékonyabb és minőségibb tud lenni. Sokkal jobban vevők most a gyerekek erre az interaktívabb tanulásra. És az volt a célja, hogy minél jobban tudjuk ezt az egészségtudatos táplálkozást, az egészségnevelést egy picit szélesebb körben, és úgy gondoltuk, hogy így vidéki helyszínt is választanánk, és arra gondoltunk, hogy ez lesz a legoptimálisabb és a legszerencsésebb helyszín, és úgy néz ki, hogy tényleg így is alakult, és nagyon örülünk neki, hogy így ismét sikerült létrehoznunk ezt a programot. Ahogy már említettük, kétféle hamburgert készítettek a gyerekek. A hamburger, és még készítünk sok finomságot is. Nagyon izgalmas és nagyon jó. Rozsdúsabban készítjük el, mi készítjük el a hamburger bucit, tehát hogy nem készen fogják megkapni a gyermekek, hanem mi készítjük el. Ők dagasztják kézzel, illetve géppel is, és próbáltuk úgy, hogy a rozsdúsabban nem csak a lisztkeverékkel, hanem hogy még lehet külön szezámmaggal, magvakkal dúsítani, és akkor így próbáljuk meg, hogy egy picit több zöldséggel, illetve mellé készül koszlósaláta, gyümölcsöt is teszünk bele, azzal édesítjük, úgyhogy így próbáltuk, hogy így tényleg színes is legyen, egészséges is legyen, és közben meg közel álljon hozzájuk ez az étel. A tanfolyamon voltak olyanok is, akik nem először főznek itt, így többek között Sándor Zsófia is visszajáró vendég a gasztrosuliba. Nekem mind a kettő nagyon tetszik, ugye még nem tudom, hogy még a hamburgász hogy fog sikerülni, de már azt tudom, hogy ugye a múltkor már a pizza az már jól sikerült. A tanfolyamnak újra a sátor a Jóhelyi Rákóczi Hotel tábor és rendezvényközpont adott otthont.